Morvai Péter külpolitikai újságíró kolléga a vendégünk. Szervusz Péter, jó reggelt kívánok. Lángol a Közel-Kelet, mondjuk sommásan megállapítva arról a térségről ezt a sok-sok problémával átitatott helyzetet. Most azt tudjuk mondani, hogy van egy pillanatnyi tűzszünet ismét, mert az izraeli delegáció visszatér Egyiptomba. Az egyiptomiak tartós kísérletezése nyomán ismét sikerült egy pillanatnyi tűzszünetet elérni. Mi a kérdés igazából, hogy le lehet-e ülni a Hamasszal, vagy hogy mit lehet ígérni a Hamasznak? És akkor most kezdjük az izraeli, a gázai konfliktussal, és aztán majd beszélünk a Közel-Kelet többi részéről. Igen, tehát évfél óta van egy újabb tűzszüneti időszak, és sorrendben a hetedik, ami azt jelenti, hogy eddigi hatot megszegte kivétel nélkül a Hamasz. És ugye ez látszik a jelenlegi konfliktusban, hogy sokkal nehezebb megegyezni, mint a korábbi. A korábbi konfliktusoknál gyakorlatilag elsőre, amikor elhatározták a felek azt, hogy most abba hagyják az egymásnak a támadását, akkor leültek és megegyeztek legalábbis egy időre. Most ez nem működik egyelőre, vagy legalábbis sokkal nehezebb. Mi ennek az oka? Nyilván izraeli oldalról nagyon nagy megrázkódtatásként érte Izraelt az, hogy nem csak a levegőből, hanem ugye kiderült, hogy a föld alatt is nagyon komoly fenyegetés érte, de ne felejtsük el, hogy a Hamasz arra készült, hogy szeptember 23-án a zsidó újév napján több száz terroristával ellepi Izraelnek a déli részét, városokat, kibucokat támad meg, túszokat ejt, stb. Ez ugye Izraelben egy olyan sokkot okozott, ami azt váltotta ki, hogy ezt a fenyegetést mindenképpen föl kell számolni, tehát az izraeli oldalra. De megváltozott a Hamasznak is a helyzete. Azt lehet látni, hogy legalább háromféle megközelítés van. Elvesztette Egyiptomot, Egyiptomban muzulmán testvériség betiltott párt lett, ugye ez a Hamasznak a hátországa. Az látszik, hogy Egyiptom mellett Szaúd-Arábia és más öböl országok is inkább óvatosan Izraelt támogatják, olyan értelemben, hogy akarnak időt adni Izraelnek arra, hogy befejezze ezt a katonai akciót. A másik oldalon látszik, hogy a síita országok, Irán és a Hezbollah is nagyon visszafogott, nem nyílt meg az északi front, és a Hamasz mögött tulajdonképpen csak Törökország és Katar, ami egyébként érdekes módon két nyugati szövetséges, kulcsszövetséges a térségben, maradtak meg. Tehát egy ilyen fölállásban nehéz egy megoldást. Mondják, hogy a Hamasz taktikája lehet a fárasztás, tehát, hogy mi bármeddig tudunk rakétát lődözni, hiába jöttök, hiába bombáztok. Nyilvánvalóan ez egy állítás, de nyilvánvalóan nem igaz, ez fenntarthatatlan sokáig. De mi lehet a céljuk akkor? Én azt gondolom, hogy a Hamasz részben a túléléseért is közül elveszítette, ahogy az említettem az előbb, a támogatóinak egy jelentős részét. Kérdés a jövőbeli szerepe a térségben, ahogy említette, és alapvetően megváltozott a Közel-Keletnek a felállása. Olyan új konfliktus területek nyíltak meg Szíriában és Irakban, amelyek a Hamaszt súlytalanabbá teszik, és ők részben ezért a saját túlélésükért is, vagy azért küzdenek, hogy legitim tényezők maradjanak a jövőre vonatkozóan. Iszlám állam, ez a másik nagyon fontos változás az elmúlt hónapokban a Közel-Keleten. Az ember azért csodálkozik, mert olyan, mintha kicsit előzmény nélküli lenne. Tehát egyszer csak ott állunk szemben gyakorlatilag tömeggyilkosokkal, akik a hitük nevében bármire képesek, most lefejezett gyerekekről és asszonyokról kaptak nagyon sokan felvételeket a közösségi portálokon keresztül is az elmúlt hétvégén. Ennyire meglepte a világot az, ami ott történik Irakban és részben Szíriában? Igen, egyrészt elképzelhetetlen szörnyűség zajlanak, említetted, hogy gyerekeket fejeznek le, Moszulnak az egyik parkjába, de tegnap érkeztek arról is jelentések, hogy élve temetnek el jazidi vallású híveket ott abban a térségben, amelyet körülvettek. Ez azt jelenti, hogy egy olyan új ellenség támadt ebbe a térségbe, amelyre valóban erre a brutalitása nem volt a világ felkészítő. Vagy legalábbis nem támad a semmiből. Vagy legalábbis nem jutott el ilyen átütő erővel a nyilvánossághoz. Lehet látni, az iszlám államnak a karrierje az Al-Qaidából indult ki, és a terepet a fölemelkedésükhöz, megerősödésükhöz a szíriai háború adta. Az, hogy három éven keresztül abban a térségben nem volt gyakorlatilag olyan ellenállás velük szemben, amely akadályozta volna ezt, hogy lépésről lépésre. Hát nincs egy központi hatalom, de hát a jelek szerint nincs Irakban sem, és hát ezért kell megint beavatkozni az Egyesült Államoknak, amely ezzel szerintem az egész iraki háború és az iraki úgymond újjáépítés teljes kudarcát is beismerheti.
Az egy kérdés, hogy milyen szintig avatkozik be az Egyesült Államok. Részben Obama tett arra utalást, hogy egy népirtás zajlik, ami előrevetítheti azt, hogy egy nagyobb, kiterjedtebb akciót indítanak, de ugyanakkor azért azt is hangsúlyozza, hogy ezt Iraknak kell bárhogyan is megoldania. Mert azt gondolom, hogy az iszlám államnak a problémája azért annyiban összefügg a gázai konfliktussal, hogy egy rávetít a nyugati világnak, szabad világnak is, jelentős részének is egy komoly morális tisztállátási hiányára, hiszen olyan brutális akciók, amiket említettél, történnek Irakban és részben Szíriában is, amellyel szemben például Nyugat-Európában nincsenek tömegtüntetések, nincsenek felvonulások, nincsenek nyilatkozatok, miközben ugye Izraelt folyamatosan és rendszeresen delegitimizálják az önvédelmi harca miatt. Tehát azt gondolom, hogy a nyugat számára ennyiben is egy új kihívást jelent az iszlám állam terroristáinak a feltűnése. Izrael könnyű célpont a palesztinokkal folytatott harcban azok számára, akik célpontnak akarják használni. Hát ez nyilvánvaló már, hogy a tüntetéseken célpontnak akarják használni. Mit lehet kezdeni az iszlám állammal? Ugye, amikor a híradó végén Svajda Gergő kollégám megszólított, akkor egyebek mellett azt is mondta, hogy kell nekünk félnünk is. Ez a mondat azért helytálló, mert az iszlám állammal kapcsolatban megjelent híradásokban, az iszlám állam jövőbeli terveiben még Magyarország elfoglalása is szerepel, amire könnyen legyintünk, de azt sem hittük, hogy létezik majd ilyen egy iszlám állam. Nyilván Magyarország a korábbi történelmi időszakban volt az iszlám offenzívának a célpontja, és azt lehet látni, hogy a dzsihadisták ma történelmi évszázados távlatokban gondolkodnak. Tehát ő számukra az, hogy visszafoglalják az Ibériai félszigetet, az egy releváns politikai program. Ez volt a történelemben egy program. Hiszen ott, az övék volt. Hiszen ott voltak, Budán, hiszen nem felejthetjük el azt, hogy az iszlám hódításnak a legészakibb pontja az Eger volt, az Egri dzsámi a legészakibb pontja az iszlám terjeszkedésnek Európa felé. De azt gondolom, hogy rövid távon, ami nagyobb veszélyt jelentett Európa számára, az, hogy az iszlám állam ez a terrorserekhez csatlakozott nyugatiak egy része visszatér. Visszatér az európai fővárosból, visszatér Amerikába. Al-Bagdadnak, az iszlám állam kalifájának, fő terroristájának az üzenete az, hogy találkozunk New Yorkban, találkozunk Európában. Az értelmes, fejlettnek mondott világnak van dolga a Közel-Kelettel bőven. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm hozzánk. Jön a híradó, én most egy picit elbúcsúzom önöktől, és aztán majd a Start Plusszal várom vissza mindannyiunkat. Havas Henrikkel folytatjuk, egyebek között várom ide még Váncsa Istvánt is, lesz miről beszélgetnünk. Közül.